Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Start nézőit, már is folytatjuk. Egy kicsit a nyár és a nyaralás irányában fogunk most kitekinteni. Voltak, akik már előrelátóak voltak, és a tavalyi év végén lefoglalták az idei nyaralásukat. Van, aki esetleg most kezdi már tervezgetni, hogy hova érdemes majd menni, és nézik a szabadságolási időszakukat. Erről fogunk majd beszélgetni, hogy mik a legkedveltebb úti célok idén. De hogy mik voltak korábban, arról már is mutatunk önöknek egy grafikon. A 2021-es és a 2022-es utolsó negyedévet hasonlítottuk össze önöknek, illetve elsősorban a KSH, és mi ezekből az adatokból dolgoztunk, amelyeken az látszik, hogy például Ausztria volt az egyik legkedveltebb úti cél. Ha ebbe egy kicsit belegondolunk, akkor azért sejteni lehet, hogy ezek általában a 2-3 napos utazások, nem az egyhetes, 10 napos hosszú pihenések, de lehet, hogy sokakat meglep, hogy például Szlovákia és Szerbia itt van ezen a térképen, míg például Horvátországot nem láthatjuk rajta, hogy ennek mi lehet az oka, vagy éppen nem tartozik-e a magyarok legkedveltebb úti céljai közé. Arról fogom most Kis Róbert Rihárd turisztikai szakújságírót kérdezni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok minden kedves nézőnek is. Akkor arra kérek, hogy mondjál nekünk, hogy mi történt Horvátországgal, hiszen hogyha arra gondolunk, hogy nyaralás, és mi itt a stúdióban beszéltük is a kollégákkal, akkor Adria, az mintha már a mi Balatonunk lenne, a legtöbbek uta célja mégis oda vezet, még sincs rajta ezen a térképen. Azért nincs rajta ezen a diagramon, mert hogy itt a negyedik negyedéves adatok vannak, ami október, november, december, és jellemzően Horvátországban június, július, augusztusban a nyári nyaraló szezonban utazunk a tengerpartra. Tehát, hogyha az egész évet néznénk, akkor azt látnánk, hogy az első helyen Horvátország 600 000 fölötti látogatóval, utána Ausztria, és mehetnénk így tovább. Ez az október, november, december azért alakul általánosságban így, hiszen kimegyünk a karácsonyi vásárba Bécsbe, elmegyünk körülnézni Salzburgba vagy Grazban, nagyon sokat megyünk Pozsonyba, a felvidéki területekre, elmegyünk Szerbiában, Szabadkában, városokra, tehát ezek mind-mind rajta vannak a listán. Németországban indulnak ebben az időszakban a különböző autóbuszos utak, elmegyünk az Oktoberfestre, elmegyünk erdélyi kirándulásokra, és megnézzük az ottani csodákat, tehát ez az október, november, december, ez erről szól, ezért mutatják ezt az adatok is. A nyaralás pedig Horvátországról adott esetben, vagy például sok minden másról, Görögországról, Olaszországról is. Akkor azt jól mondtam az imént, hogy ezek inkább ezek az 1-2-3 napos hosszú hétvégék, ahol így szeretjük eltölteni az időnket, kicsit kikapcsolódunk, feltöltődünk, aztán jövünk haza a szürke hétköznapokba, ezek szerint egy ilyen irányt lehet. Jellemzően az október, november, decemberben ugye az őszi szünet időszaka jelentkezik, elsősorban kiemeltem a karácsony előtti területek és az adventi vásár. Engem meglepett az, hogy azt olvastam, hogy mi korábban, főleg a Covid után ugye kiszabadultunk otthonról, és élveztük, hogy újra mehetünk közösségbe, és egyébként nyaralni és akár külföldre, addig most, mintha lenne egyfajta félelem a turistákban, és azért utaznak, mert nem tudhatjuk, hogy mondjuk az orosz-ukrán háború ki fog-e terjedni, és meddig utazhatunk. Ez egy valós megállapítás? Azt gondolom, hogyha ezeket a megállapításokat tényszerűen elmondjuk, hogy na azért utaznak, mert félnek attól, hogy már nem fognak utazni jövőre, akkor azért érdemes ezt kutatással megalapozni. Tehát jelen pillanatban, hogy miért utaznak az emberek, azt saját maguk tudják leginkább. Van, aki azért utazik, mert úgy érzi, hogy érdemes látni egy kicsit a világot, és akkor önmagát is másképpen láthatja. Van, aki azért utazik, mert azt gondolja helyesen, hogy ha van egy kis rekreáció, akkor utána újult erővel tud visszamenni dolgozni. Tehát ez nem egy elfecsérelt pénz, vagy elfecsérelt dolog, hanem ez jó saját magamnak, mert kipihenem magam végre, jó a szolgáltatónak, mert ott bevétel képződik, tehát ez egy kölcsönösen jó történet, kölcsönösen jó dolog. Én azt gondolom, hogy ez akár mi a motiváció, mindenképpen egy pozitív dolog mindenkinek, hiszen a pénz, mondom, a legjobban hasznosul, hiszen az élményeket senki nem fogja elvenni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, és egyébként ami érdekes, hogy a belföldi és a kifelé irányuló külföldi turizmus is rekordközeli adatokat ígér jelen pillanatban. Hát nyilván most még, március végén, csak azt mondhatjuk, hogy a január, február és a március eddigi időszaka hogyan alakult, meg a nyári előfoglalások miként alakulnak. Ami nagyon magas százalék. Rendkívül magas, tehát ha megnézzük, bizonyos úti célokra 20%-kal is többen foglalnak kifelé is, de a belföldi turizmus esetében is rekordközeli év ígérkezik akkor, hogyha ez így folytatódik tovább. Aki időben gondolkozott, és tényleg akár már tavaly év végén, vagy idén év elején elkezdte foglalni a nyaralásnak a célállomását, valóban jelentősen tud például spórolni, és ez milyen szempont az utazók esetében? Vagy valaki kivárja azt, hogy majd ahogy alakul a nyár, meglátjuk az időjárást, ahogy alakul a szabadságolás, és mondjuk egy ilyen utolsó pillanatos foglalásban hisznek inkább?
Azt hiszem, hogy alapvetően azért a nyaralás és a pihenés nem a spórolásról szól, mert ha spórolni akarunk, akkor nem megyünk sehova és otthon van maradunk. Ebben igazsága, hát, igen. Ha már egyszer utazunk, akkor az kétségtelen, hogy költünk, hiszen szeretünk ott tényleg elmenni egy vendéglőbe, kipróbálni a helyi ízeket, megnézni a környéket, esetleg ajándéktárgyakat vásárolni az otthon maradt hozzátartozóinknak. De önmagában azért, ha megnézzük a nyaralások, pihenések árait, és ez belföldre, külföldre is igaz, azért az általános inflációs hatás következtében drágultak az utazások. Ez van, ahol 10%, van, ahol 30%, tehát átlagosan mondhatjuk, hogy 15-20%-os növekedéssel kell számolni, de persze van olyan hely, elképzelhető olyan hely, ahol nem is volt drágulás, de ez nagyon kicsi, a frekventált területeken mind volt áremelkedés. Ezzel együtt viszont, mivel hogy ez az élet minden területen és szinte mindenhol jelentkezett, ezzel most már megtanultunk együtt élni, úgyhogy ugyanúgy megyünk, nyaralunk, pihenünk. Ha valaki időben foglal, ha valaki korábban lefoglalja a helyét, akkor egyáltalán van hely, hiszen a Balaton frekventált helyei közül azért jó néhány esetben mondhatjuk azt, hogy majd, hogy nem betelt már, tehát érdemes korábban foglalni, illetőleg kedvezőbb áron tudunk általánosságban eljutni. Hogyha a nagy foglalási portálokat nézzük, az algoritmusaik is olyanok, hogy azt preferálják, hogy minél korábban foglaljon valaki. Tehát míg régen a last minute utazásokra vártunk, és akkor tudtunk fél érekért elmenni, most már alig-alig vannak ilyenek, most már érdemes időben foglalni. Az utazási irodák, akik pedig kifelé utaznak, vagy amelyek kifelé utaztatnak, azok pedig eleve azt preferálják, hogy minél korábban foglaljon valaki, és mivel hogy most már azért sokkal megfontoltabban bérelnek különjáratú repülőgépeket, ezért hát nincsenek olyan maradék helyek sem, sőt, Görögországban is van olyan utazási iroda, amelyik 13 járatot üzemeltet, és már a töltöttsége olyan szintű, hogy bizony igyekezni kell, hogyha valaki szeretne még elutazni. Balatonnak most egyébként a tengerparttal kell versenyezni? Én ugye utaltam rá, hogy árakban azért már megközelíti. Hogyan dönt a magyar utazó? Marad azért itthon és szívesen megy a Balatonhoz, vagy akkor inkább kifele nézegeti, hogy melyik tengerparti országot lehet meglátogatni? Ez is viszonylagos kérdése, hogy megközelíti. Hát nem biztos, mert ha a vietnámi tengerparthoz viszonyítunk, akkor persze megközelíti, ha meg a Los Angeleshez, akkor kevésbé, ha meg Horvátországhoz, akkor ott miért nem számítjuk bele az utazást? Tehát nem szabad az utazást, meg a többi költséget, meg az autópályadíjat nem megnézni akkor, amikor egy utazást tervezünk, és mondjuk az árat hasonlítjuk össze, de nehéz is, hiszen a Balaton alapvetően másról szól. A Balaton egy picit most már a gasztronómiáról is szól, nagyon sok gasztrocentrum jött létre. Én nemrég voltam Balatonszemesen, és az egyik ottani ismert étterem most már panziót is csinált mellé, és akkor akár éjszaka előtte mondjuk 8 fogás is ki lehet próbálni. Szól egy kicsit a helyi programokról, a borkóstolásról, tehát másról szól, mint a tenger. A tenger pedig tényleg olyan, hogy látni kell, mert imádjuk azt, hogyha mi oda megyünk, és akkor látjuk a végtelen kékséget, és élvezzük azt, hogy ott vakációzhatunk. Szerintem a kettő másról szól, de mind a kettő csodálatos dolog. Kis Róbert Rihárd, köszönöm szépen, hogy itt volt és mesélt nekünk a témáról. Köszönöm szépen én is.